Jó estét kívánok! Ma este ismét jelentkezünk az Ózdi Városi Televízió kulturális magazinjával, a Kaleidoszkóppal. A farsangi szezon lezárul a héten, de nézzük meg, hogy a híres velencei karneválon és a 2012 óta hungarikumként is ismert mohácsi busójáráson kívül hogyan búcsúztatják az egyes országokban a telet. Németországban az úgynevezett Fastnacht mulatsággal űzik el a hideget, ennek utolsó napja hanvazó szerdán a Rosenmontaggal, azaz a rózsák hétfőjével zárul. Idén ez február 22-ére esik. Ezzel szemben Franciaországban a leghíresebb farsangi vidámság a tengerparton, Nizzában történik. Az esemény 10 teljes napig tart. Végezetül nézzünk meg egy közeli szomszédot, Ausztriát is. Itt ennek az ünnepkörnek a középpontja a villachi karnevál. A karintiai város lakói ilyenkor kicsik és nagyok egyaránt állarcba öltöznek, sőt, még a bolti eladók is maskara mögé bújva szolgálják ki a vevőket. A rövid történelmi áttekintés után lássuk, mi várható a mai magazinban. Stúdió vendégünk Molnár Maja Blanka volt, aki egyedi módon értékelte a farsangot. A fánksütés rejtelmeibe avat be bennünket Súlyok Istvánné. Fotókból készült vándortárlat nyílt a digitális erőműben. Mai stúdió vendégem egy nagyon különleges vendég, Molnár Maja Blanka, akivel a farsangról fogunk beszélgetni. Szia, üdvözöllek a műsorban, Maja. Szia. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. És akkor most beszélgessünk arról, hogy mesélj nekem egy picit arról, hogy szerinted mi a jó a farsangban. Hogy akkor mindenki jó érezi magát, meg mindenki boldog, meg így mindenki mulat jól. Igen, nagy mulatság is szokott Igen. lenni, ugye te már azért iskolás vagy most, vagy elsős, hol Igen. is vagy elsős? A Újváros téri. Újváros téri általános iskolában. Igen, és akkor neked az életedben most jött el az, hogy Igen. az első iskolai farsang is, túl vagyunk az első iskolai Igen. farsangon, hogy te túl vagy rajta. Mi volt a legjobb ebben az iskolai farsangban? Az, hogy így táncoltunk, meg vettünk zsákba macskát, konfettiztünk, bulisztunk, minden jót csináltunk, ami van. Arra én is emlékszem, hogy nagyon szerettük összegyűjteni a konfettit, és akkor egymásra szórtuk. Mi is ezt csináltuk. Ugye? Hogy az milyen érdekes, meg a sok színes konfetti, hogy ott száll a levegőbe, az olyan szép. Anya még egyet kiszakított, és akkor ráejtett a fejemre, és össze-vissza holdott nekem tiszta a konfetti. Tiszta konfetti lett, utána meg lehetett hajat mosni. Nem mostunk hajat. Nem csak így kiráztátok? Hát én így kiráztam, mert ilyen nagyon furcsa a hajam, hogy valamiért nyáron így beőszűr, és télen meg bebarnul. Igen. Valamiért ilyen. Kiszívja a napocska. Uh-huh. És akkor most, ahogy már visszabarnult egy picit, milyen jól mutat a színes konfetti uh-huh. benne. Az nagyon jó lehetett. Csak utálom, amikor benne van egy babgrár. Hát igen, zavaró is, bizony. És hogyha visszatérünk egy picit ehhez a farsanghoz, ismersz ezzel az ünneppel kapcsolatban valamilyen népszokást vagy hagyományt, így az iskolában tanultatok ilyenekről? Nem, még. Még ilyen busójárást, vagy hogy elűzitek a telet? Igen, arról mondtuk egymásnak Jenő bácsi magyar, nál, amikor kezdünk, akkor mindig azzal szoktunk kezdeni, hogy busójárás, meg mindenféle buli. Igen, igen, az is. Biztos tudod, akkor Jenő bácsival biztos beszéltétek, igen. hogy ez onnan alakult ki, hogy igen. régen elűzték a gonosz szellemeket, ilyen csengettyűvel, dobbal járták a falvakat, és akkor innen alakult ez, hogy bulizás van, ünnepség, nagy mulatság meg a sulikban. Minek öltöztél idén farsankor? Tini lánynak. Tini lánynak? És milyen volt a jelmezed? Milyen egy tini lány? Hát ilyen szakadt szoknya, meg ilyen szép
ilyen kis fodros volt a felsőm, ilyen színek voltak benne, és fehér volt, meg ilyen, valamilyen, azt hiszem, rózsaszín harisnya vagy fehér, meg ilyen fele cipő, meg tudod, mert kukacok voltunk. Kukacok? Igen, ilyen egyéni jelmezbe voltunk, hogy ilyen csoportos, hogy együtt csináltuk a jelmezt, és úgy így alakult, hogy ilyen lett a farsangunk. És a jelmezt azt anya készítette? Nem. Nem. Ki kellett festeni, behozni kellett, azt hiszem, 5 plédet, fehéret, és azt be kellett festeni. Jenő bácsi hozott, akinek nem volt ecsete, hozott, és akkor voltak rajta ilyen pöttyök, meg ilyen a pöttyökön ilyen, mint igazi kukac, hogy ilyen zöld, meg kint meg sárga, meg ilyen pöttyökön ilyen kicsi csík, mint a szőrszálak. Azt akartam mondani, hogy egy kis szőrös kukac. Gusztustelenek voltunk, meg az elsőnek ekkora nagy szeme volt. Tényleg? Akkor az jól belátta az egész aulát azzal a nagy szemmel. Hát ki volt vágva ilyen kicsi, ilyen napszemüveggel csinálta Henni néni, ő meg tudom mi volt? Micsoda? Szitakötő. Ő meg a szitakötő. Na hát, és akkor volt ilyen szép nagy szárnya, ilyen látszó szárnya. Ki találta ki ezt a jármást? Közösen ti? Vagy esetleg a Henni néni? Jenő bácsi meg Henni néni, mert ugye mi... Mert ő mondta, hogy farsangon mi legyünk, mert egyéni jelmezbe kell, hogy legyünk. És akkor mondtuk, hogy kiszavazott a majom csapatra, a farkas csapatra, a kukacra, és akkor a kukacra többen tették fel, mint a farkasra, aha, meg a majomra, úgyhogy így... Nyert a kukac. Igen, nyert a kukac. Úgyhogy így. Így dőlt el, hogy igen, akkor kukacok lettetek. Igen. És szerinted, vagy hogy emlékszel, hogy óvodában mennyivel volt másabb a farsang? Egyáltalán másabb volt-e, mint most a suliban? Hát egy kicsivel másabb volt, mert a óviba csak így be kellett töltözni, nem kellett ilyen egyéni jelmezt, hanem csak annak öltözünk be. Én régen méhecskének öltöztem be, Maja méhecskének. Most meg ilyen egyéni kukac jelmezbe voltunk. Beöltözött az egész osztály. Akkor ennyiben volt másabb. Ennyivel. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Azt hiszem, kiveséztük, hogy a farsangon mi történik, meg most is milyen volt a farsang. Úgyhogy én szeretném neked megköszönni, hogy eljöttél és beszélgettünk itt ilyen stúdió körülmények között, és nagyon-nagyon ügyes voltál, úgyhogy nagyon büszke lehetsz magadra, és majd a többieknek is meg tudod mutatni, hogy a tévében te szerepeltél. Úgyhogy ezt fogadd tőlünk, ezt a kis apróságot. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A farsang jellegzetes ételét, a fánkot nem egyszerű jól elkészíteni. A titok a részletekben rejlik, ezekbe avat be minket Súlyok Istvánné, Irma néni. Fánkot készítünk, vagyis pampuszkát, ahogy én ismerem. 50 deka liszthez teszünk 2 darab tojást. Felütjük a kistálba, megnézzük, hogy nem rossz-e. És csak utána öntjük a lisztbe. És fészket csinálunk a lisztből, ebbe beleöntjük. És akkor 5 deka cukrot szórunk a liszthez. Egy csomag vaníliacukrot.
csipet sót. És akkor az élesztőt, a megkelt élesztőt hozzáadjuk lassan. Közben azért a liszttel keverjük össze, és ezt a tésztát nagyon lazára kell csinálni, mert amúgy nem fog megkelni olyan szép magasra a fánk, mint amilyenre kellene. Annyi tejet teszünk hozzá, amíg úgy nem érezzük a kezünkkel, hogy már ez a tészta pont olyan, hogy lehet dagasztani. Ezt úgy kell csinálni, ahogy a régi öregektől én tanultam, hogy addig kell a tálba a tésztát dagasztani, amíg a kezedről, meg az oldaláról a tálnak mindent le nem szed, és teljesen sima lesz. Lazára kell hagyni a tésztát, mert különben nem lehet úgy megdagasztani, hogy szépen leszedjen mindent a tárról, meg a kezünkről. Közben majd teszek bele egy kis vajat, de én egészbe szoktam úgy, hogy csípek belőle, és akkor majd, mikor már egy kicsit össze van állva a tészta, akkor szoktam hozzátenni. Én ezt nagyon régen tanultam az anyukámtól, meg a régi öregektől, hogy ez a fánktészta csak akkor jó, ha föntről csepeg az eresz. Ezt hallottam tőlük, ami azt jelenti, hogy ezt addig kell ütögetni itt a tálba, amíg mindent le nem szed a kezünkről, meg a tárról, meg már felülről csepeg az eresz. Ilyen furcsa történeteket hallottam. És akkor, hát ezt körülbelül ütni kell egy fél órát, ahhoz, hogy olyan legyen, hogy finom fánk legyen belőle. Mikor majd kiszaggatjuk a deszkán, hogy nagyobbra is lehet, kisebbre is lehet, és akkor én úgy szoktam, majd felvesszük, amikor csinálom, hogy megnyomom a közepét, amikor ki van szaggatva a pogácsa, és akkor azért teszek rá egy lukat a közepére, hogy mikor megsült, akkor a baraszlekvát abba a lukba helyezzük, és úgy a finom. Én közé nem szoktam rakni, úgy nem is tudom. Én így szoktam, meg így tanultam. Én már gyerekkoromban is tanultam anyukámtól. 9-10 éves koromban már odaálltam mellé, és nézegettem, hogy mi hogy készül. És hát így rögződött meg bennem, én azóta is így csinálom. Mondom, most a mostani családom is nagyon szereti, mert jó kis lazafánkokat szoktam csinálni, meg jó nagyokat, a kicsit nem szeretem, de az attól függ, hogy mivel formázzuk ki. Én Debrecenbe születtem, és Hajdúböszörményben laktam 18 éves koromig, és onnan jöttem férjhez, és az Alföldön én így láttam, hogy készítik az öregmamák, meg az anyu, és hát azért csinálom én is így, mert én, hát lehet, hogy itt már hozdom, másképp csinálják, meg sokféleképpen lehet ezt csinálni, de hát ez, én nekem ez a hagyomány maradt meg a emlékezetemben, hogy nagyon szeretik, ahogy én főzök, alföldiesen főzök amúgy, De sok mindent tanultam itt is anyósomtól, amit másképp csinálok, mint otthon. De
finomakat szoktam főzni, az biztos. Főleg van testvérem, a Fóton laknak, azt, akkor jönnek meccelni a szőlőt, akkor mindig mondják, hogy mama, ezt főzél, azt főzél. Azt a kisgyerekek is, picik még az unokák, az öcsém unokái, és akkor mindig úgy belaknak. Mama, te főzzél! Na látod már, Szebi? Meg még azt is mondták az öregek, hogy akkor jó ez a tészta, ha húz. Ha lehúzza a kezedről, és nem marad rajta, látod már, kevés van rajta. Letesszük akkor majd, mikor már úgy gondolom, hogy most már meg elkészítettem teljes mértékben, rendesen. Akkor lerakom másfél órára pihenni, vagy egy órára. Attól függ, hogy hogy kell meg. Szoktam nyújtófázni, de most muszáj lesz, mert rosszul jött. És akkor kiszaggatjuk szaggatóval. Na, akkor most megkeleztettük a táblán is egy kicsit ezeket a pampuszkákat, és akkor úgy szoktam az olajat megnézni, hogy jó-e, hogy tehetem-e bele, hogy csípek egy darabot a tésztából, és egy csipetet beledobok, hogy van megmelegedve az olaj, és hogyha úgy látom, hogy feldobja, akkor már jó. Na, még egy picikét hagy melegedjen, mert kettőt beleteszek, többet nem. Azért, hogy szépen fel tudjon jönni, meg én a sógornőmtől úgy tanultam, ő szakács volt a rendőrségen, hogy ezzel az evőkanállal locsolgatta a tetejét mindig. Nem fedte le, azt mondta, nem kell lefedni, de én meg leszoktam fedni, de ő nem fedte le, hanem csak locsolgatta ezzel. Így szoktam. Az ujjamat fordítva kell beletenni, megfordít, ami most a teteje, az alulra megy. Mert így nő meg. Hát remélem megnő. A 22. Nemzetközi Magyar Fotószalon felvidéki régiójának képanyagából nyílt kiállítás a digitális erőműben. Az intézmény a Vándortárlat 6. állomása és 45 alkotásból áll.
Az alkotásokat március 12-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A 22. Nemzetközi Magyar Fotószalon felvidéki régiójának képanyagából nyílt kiállítás a digitális erőműben. Az intézmény a Vándort állat 6. állomása. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fontosnak tartja, hogy minden évben eljöjjenek Ózdra és bemutathassák a képeket. Nekünk ez a kiállítás nagyon fontos, és most én nem is számoltam, hogy 2017 óta vagyunk itt minden évben. Nagyon fontos nekünk, hogy eljöjjünk ide az Ózdi galériába és bemutassuk a képeinket. Egy pár gondolatot inkább a kiállítással kapcsolatban mutatnám be a Fotoművészek Világszövetségét, mert hát ez egy tükör, amit itt kiállítunk, és ez tükrözi a tevékenységünket, tükrözi a működésünket, benne vannak az alkotóknak az elképzelései, a színvonalas képei. Ebben az évben, vagyis tavaly 2020-ban volt a magyar, 2022-ben tavaly volt a Magyar Fotoművészek Világszövetségének a 20 éves évfordulója. 2002-ben alakult a Világszövetség 26 fővel, jelenleg 182 fő van, és ez a létszám ez emelkedni fog, mert idén 18-an adták be a jelentkezési feltételeket a Világszövetségre. Ez azt hiszem azt jelzi, hogy jó úton jár a szövetség, elismerik a munkáját, tevékenységét, odafigyelnek a fotósok színvonalas képeire. Azt hiszem mondhatom azt, hogy ez a 20 év ez nem olyan sok talán egy szövetség életében, de azt hiszem, hogy rapid sebességgel értük el, hogy 20 év alatt meghatározói vagyunk a hazai és a nemzetközi fotográfiai közéletnek, a tagjaink is, és maga a Világszövetség is. Ugye ez kölcsönhatásban van egymással, mert ha a tagok eredményeket érnek el, sikereket érnek el, az visszahat a Világszövetségre, és fordítva is, ha a Világszövetség valahol bemutatkozik, kiállít, megjelenik, akkor az visszahat a tagjainkra is, tehát egymást erősítjük. A 2002-ben alakult Világszövetség fennállás alatt rendületlenül tartja eredeti, alapításkor meghatározott céljait, tagjaival együtt az évek során a hazai és a nemzetközi fotográfiai közélet meghatározó szereplőivé vált. Az alapításkor megfogalmazott célkitűzések nagyon fontosak nekünk. Az alapításkor a meghatározott célja a Magyar Fotoművészek Világszövetségének az anyaország és a határon túlélő magyar, vagy magát magyarnak való fotósoknak az érdekképviselete szövetsége. A szakmai munkán és a szakmai segítségen túl pedig a magyar identitás őrzése, ápolása. Úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy nekünk kell ezzel foglalkozunk. Hát ki, ha más nem, vagy ki, ha nem mi foglalkozunk ezzel, hogy a magyar hagyományőrzést, a népviseletet, a magyar építészetet, a magyar népzenét, a magyar népmeséket feldolgozza, tehát évről évre feldolgozzuk ezeket a témákat, és megjelenik a pályázatunkon, és megjelennek ezek a képek a kiállításunkon is. A jubileumi év alkalmából 5 kategóriában rekordszámban jelentkeztek a 2022-es fotószalon felhívására. 7 országból 147 fotós 1617 alkotással pályázott. Az évfordulóra az elmúlt 20 év legsikeresebb fotóit várták az általános kategóriában, de további 4 témakörből is választhattak a pályázók. A második kategória pedig mindig egy évfordulós kategória. Idén már említették, hogy a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját dolgoztuk fel. Ez a kategória is nagy sikert aratott, és már vannak megkeresések, hogy a Petőfi Sándor kategóriá képeit Petőfi évforduló kapcsán máshova is vigyék. Győrben is van egy megkeresés, mi is beszéltünk arról, hogy azokat a képeket majd itt is ki fogjuk állítani, bekapcsolódunk azokkal a képekkel az itteni programokba, Petőfi Sándor programjaiba. A harmadik kép a magyar identitás vonatkozású kategória, mit jelent magyarnak lenni, idén ez volt a kategória címe. Ide is nagyon sok érdekes kép jött be, nagyon sok jó kép jött be, nagyon sok színvonalas kép jött be.
A természetfotó kategória pedig ugye a Világszövetségnek a tagjai egyrészt földrajzi hovatartozásuk szerint vannak különböző régiók, különböző alelnökei vannak, tehát van egy erdélyi délvidéki régió, van egy felvidéki régió, van egy pannonrégió, és van egy alföldi régió. És ezen túlmenően, mikor ez már megtörtént ez a felosztás, akkor elkezdtük a szakmai tagozódást is. Van egy természetfotó tagozatunk, amelyik 4 éve működik, nagyon komoly sikereket érnek el. Azt hiszem, hogy nagyon komoly szakmai munka folyik, közös pályázatokon, közös megjelenéseken, tehát külön természetfotó kategóriájú megjelenéseken vesznek részt a képeivel, túrákat szerveznek, természetfotó túrákat, bejárták már Erdélyt, Szlovénia területeit, a Duna-deltába, nagyon sokan voltak már, úgyhogy nagyon komoly eredményeket érnek el. Egyébként is nagyon színvonalas képeket, és nagyon elismertek nemzetközi szinten és nemzetközi pályázatokon is a természetfotósok, a magyar természetfotósok. És idén egy új kategóriát, vagyis idén először egy új kategóriát is vezettünk be, a fototörténeti kategóriát. Én azt gondolom, hogy bárki bármivel foglalkozik, egy kicsit kell a múlttal is foglalkozni, tehát nem elég, de legyen az akár cipész, vagy esztergályos, vagy bármi más, tehát mindig meg kell ismerni annak a területnek a történelmét, ha valaki, vagy történetét, ha valaki egy kicsit komolyabban akarja ezt művelni. Így van egy fototörténeti kategória. Egyre többen vagyunk, akik ezekkel az archaikus eljárásokkal foglalkoznak. Szerencsére én örülök neki, egy-két őrült ember, azért merem mondani, mert én magam is azok közé tartozom. Tehát a régi 1840-es, 50-es évek eljárásával próbálunk a mostani képeket elkészíteni, vegyszereket, napon másoló keretekkel, vegyszereket pancsolunk össze, különböző cianotípiákat, argentotípiákat, olajnyomatokat készítünk, hallatlan izgalmas. A beérkezett pályázatokat egy 3-tagú szakmai zsűri bírált el, és végül 119 fényképész 320 fotóját tartotta kiállításra érdemesnek. A beválogatott alkotásokból Ózdra 45 kép érkezett. A megnyitón Varga István ózdi fotográfus is kitüntetésben részesült. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége által megrendezett kiállítás idén először tartalmazza az archaikus fotográfia kategóriát. Ebbe a kategóriába neveztem idén. Az elmúlt években más-más kategóriákat választottam, mivel egyébként ez az eljárás, ez nekem egy nagy kedvencem, és évek óta foglalkozok ezzel, idén ezért ebbe küldtem be az egyik képemet, kiválasztották, és harmadik helyezést értem el. A kortárs fotográfiában egyre népszerűbbek az archaikus technikák, amelyeknek több változata is van. Ezek az igen izgalmas fotók teljesen egyediek, egyszeri és megismételhetetlen alkotások. Ezeknek az archaikus eljárásoknak rengeteg változata van. Az egyik ilyen, amiben én készítettem, ez az argentotípia. Gyakorlatilag itt vegyszerek összevegyítésével hozunk létre egy olyan fényérzékeny anyagot, amit mi magunk kenünk fel a papírra, és egy negatív segítségével, ez konkrétan, amit én készítettem, a napfény UV-sugárzásának kitéve illetve válik láthatóvá. Ezt rögzítjük, fixáljuk, és gyakorlatilag láthatóvá válik a kép. Ez 150 évvel ezelőtt is működött, most is működik, és még 100 év múlva is működni fog. Az ünnepséget nagy érdeklődés övezte, és a szép korúak mellett több fiatal is jelen volt, akiket igencsak érdekel a fotózás. A több témát felvonultató tárlat egyfajta tükör az alkotók egyedi látásmódját illetően, amely inspiráló lehet a fiatal művészpalánták számára. Ez az egész kiállítás szerintem azért érdekes, mert megismerkedhetünk más művészek munkáival, és jobban bele tudunk merülni ennek az egésznek a művészi oldalába is.
Ha az eseményen a szerencsések átvehették a jubileumi fotószalon katalógusát, amely hűen tükrözi a Magyar Fotóművészek Világszövetségének szakmai színvonalát. A hazai és a nemzetközi kortárstárlat március 12-ig tekinthető meg, reggel 8 és délután 4 óra között. Most pedig nézzük, milyen programok várnak még ránk a héten. Vas Albert felolvasó maratont rendeznek február 24-én az Árpád vezérúti fiók könyvtárban. Kapcsolódva a maratonhoz, ahol Vas Albert és más magyar írók műveiből hallgathatunk műveket. A felolvasásba bárki bekapcsolódhat. További információk a rendezvénnyel kapcsolatban Bojki Elek tímeánál a 30-as 447 95 69-es telefonszámon kérhető. Kutyás hegyi futóversenyt tartanak február 26-án a Bíben völgyben. A verseny legfőbb célja a kutyás szabadidősport felelős kutyatartás népszerűsítése. A nevezésekből befolyt összeget jótékony célra fordítják. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További kellemes estét kívánok!